Sziasztok! Elértünk az ötödik feladathoz, az EDX moduljai közül. Gyakorlatilag az egész feladat megoldását fogom részenként megmutatni, ugyanis ezt még nem tanultuk egyáltalán, és a közelébe se értünk. Az objektumorientált programozás alapjait fogjátok igazából megtanulni. Amikor struktúrákról beszéltünk, akkor arról beszéltünk, hogy a struktúra olyan, mint egy változó, gyakorlatilag csak több tulajdonságot is magába sűríthetsz, összetett változóként gondolsz rá gyakorlatilag. Itt azonban erre már úgy gondolunk, mint egy objektumra, az osztályra. Ugyanis, mint tanuló objektum, nem csak tulajdonságokat tudunk benne tárolni, hanem a tulajdonságokhoz képest már például eljárásokat, viselkedéseket is tudunk hozzárendelni, sőt, alá-fölé rendeltségi viszonyt is tudunk közöttük majd a későbbiekben teremteni, szülő-gyermek viszonyt, ezt fogják úgy hívni az objektumorientált programozásban, hogy öröklődés. Most azonban még ilyenről szó sincs, egészen hasonlóan fogjuk kezelni az osztályokat, mint ahogy a struktúrákat, azzal a pici különbséggel, hogy itt egy olyan összetett szerkezetet fogunk létrehozni, amelyikben az egyik osztály a másik osztály példányait fogja tartalmazni. Na nézzük meg, hogy ez hogyan is néz ki a gyakorlatban. Nekünk 5 darab osztályt kell létrehozni a feladat leírása szerint. Az 5 darab osztály ilyen kapcsolatot kell közöttük, tehát maga a legfelső osztály, amivel a main eljáráson belül kapcsolatba kerülünk, az fogja tartalmazni majd a diploma belül a kurzus, és a kurzus pedig 3 diákot és 3 tanárt tároló tömböt fog tartalmazni, ugye a feladat leírása szerint. Valamint a tanuló osztályba létre kell hoznunk egy olyan statikus osztályváltozót, amelyik képes lesz arra, hogy minden beiratkozott tanulót számon tartson olyan értelemben, hogy hányan iratkoztak már be, tehát folyamatosan számlálja a beiratkozó tanulókat. Itt el is mondja egyébként, hogy ezeknek az osztályoknak egy-egy példánya elegendő, míg a studentnek, ugye, és a teachernek tömbben kell szerepelnie, valamint itt megadja néhány gondolatban, hogy a példányokat, amikor létrehozod, akkor gyakorlatilag milyen változókkal kell létrehozni és feltölteni, tehát majd erre odafigyelünk. Na, ez volt a feladat ismertetés, és akkor fogjunk hozzá magához a feladathoz.